Na hello mindenkinek, én a hatlábú farkas vagyok, hogy éppen nem láttok, nem baj, ezt lehet hallani. És a mostani bemutató arról szól, hogy hogyan telepítsünk TeamSpeak programot a rendszerre. Ez egy teljesen frissen, föltelepített Linux Mint Cinnamon 64-es. Ezt itt látjátok egyébként középen. Tehát, hogy ez egy 64-es Cinnamon. Természetesen a 32-esekre ugyanúgy vonatkozik. Na, a telepítés a következőképpen megy. TeamSpeak.com, jó, mint weblap. És a TeamSpeak.com-ról itt egy nagy piros gombbal letöltjük. Azt a verziót töltsük le, amelyikre szükség van. Tehát van a 32-es, illetve a 64-es verzió. Mivel ez a rendszer 64-es, így a 64-es verziót letöltjük. Elmentjük. Megvárjuk a letöltés végét. Oké, innentől erre már nincs is szükség. Bemegyünk a saját mappa, letöltések, és a letöltésbe már is itt van a TS nevezetű program. Az F2 lenyomásával már is átneveztük ezt a programot. Áttesszük abba a mappába, amit mi szeretnénk, például egyebek. Csinálunk egy új mappát, hogy egyebek, és akkor abba beleillesztjük az előző helyről kivágott TS programot, jó? És mellette futtatás terminálban, tehát ezt az ablakot, ami itt van, ezt terminálba futtatjuk. A parancs pedig nagyon bonyolultan kezdődik. SH, szünet, és ugye beírjuk a file nevét, tehát ts.run, ennyi az egész. Oké? Okay? Na, szóval megnyomjuk az Enter-t, elolvassuk ezt a rengeteg össze-vissza hazugságot, és egyetlen Q betűvel kilépünk, mint a quit, ugye? És amikor elolvastuk ezt a sok marhaságot, akkor beírjuk, hogy Y, tehát, hogy oké, okay, Enter, ennyi. Fő van telepítve a TS. Ugye teljesen világos. Ezzel már nincs szükség, deletével kitöröljük. És ebben a mappában, hát itt vannak csúnyaságok, mert a TeamSpeak írói szándékosan úgy csinálták meg, hogy az update program és a magának a programja, tehát a TS program, hogy ne fusson. De valaki ide tette teljesen véletlenül ezt a scriptet, amit el lehet indítani. Tehát nyomunk egy dupla kattintást, és csak futtatást nyomunk, ez itt van a jobb oldalon. Beindítjuk egy futtatás, és kész. A program rövidesen be is tölt. Ennyi az egész. Az első betöltés talán eltart egy ideig, de igazán megéri várni rá. Na, ezt legörgetjük az aljáig, mert azt úgy elolvastuk, hogy teljesen. Ide pedig beírjuk, hogy Béla. Tehát mi vagyunk a Béla. És innentől kezdve már egy TeamSpeak áll a rendelkezésre, amit ugye lehet használni. Lehet kapcsolódni ezzel a kapcsolódási móddal is. Ide mindenképpen be kell írni ide be kell írni az IP címet, jó, és utána tudunk kapcsolódni. Ja, valószínűleg az IP cím ez nem lesz jó, mindegy. Szóval föl lehet használni így is. Vannak bookmarkok, mint többször látogatott szerverek, stb. Ide is teljesen nyugodtan föl lehet menni. Jó? Úgyhogy remélem segítettem. Minden jót.